Livorno egyik leghíresebb szülötte Amedeo Modigliani, az egy évszázaddal ezelőtt meghalt művész. Az olasz városban megrendezett kiállításon láthatók legikonikusabb munkái, valamint más egykor vele együtt dolgozó festők alkotásai is. Mindegyik portré egy történetet mesél el a művész életéből. Nagyon fontos ez a kiállítás azért is, mert Livornóban, Modigliani szülővárosában nyitott meg, 100 évvel a festő halála után. Akkor vált igazán híressé, amikor elköltözött Párizsba, a 20. század fővárosába, mondta a kiállítás egyik kurátora. Parigi, capitale del XX secolo. Itt látható Jeanne Hébuterne több portréja is, aki a művész felesége és egyben múzsája, és képeinek gyakori modellje is volt. A képeken szereplő alakok összetéveszthetetlenül Modiglianira vallanak, a hosszúkás arc és test és a jellegzetes szemek. Az itt található gyűjtemény tartalmazza azoknak a művészeknek a képeit, akik a Montparnasse-on találkoztak vele. Tehát ez egyben az École de Paris alapítóinak kollekciója is, magyarázta a másik kurátor. A művész 14 festménye mellett 12 ritkán látható rajzát is kiállították a Livornói Múzeumban.